miért foglalkozom a megváltás eszme után a teremtés eszmével. Említettem az előző rövid kis fejtegetésben, hogy voltak épp ezzel kellett volna kezdenünk a bibliai tanítások rendszere áttekintését, hogy ki az Isten, hogy az Isten, akinek élete van önmagában és teremtő erővel bír, hogy miért is teremtett, mi volt a célja a teremtéssel. Most azonban, hogy a megváltás eszmét helyeztem előtérbe, nagyon szorosan ahhoz kapcsolódva azért kell rátérnem a teremtés eszmére először, mert a Bibliának a nagy tanítása szerint a Teremtőnk lett a megváltónk. Az első helyesbítésre szoruló tétel az európai emberek fejében, akik inkább a krédót ismerték meg, és mind a mai napig a templomokban, gyülekezetekben ezt mondják el, hogy hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlanak teremtőjében, és a Jézus Krisztusban. Ezzel elválasztják a teremtő Istent, az atyát, Jézus Krisztustól, tehát beszélnek külön teremtőről és külön megváltóról. A Biblia nem így. A Biblia azt mondja, hogy kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, minden általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És János Evangélium a prológusát már 1500 évvel azelőtt helybe hagyta Mózes első könyve első fejezetének 26. és 27. vers, amelyben azt olvassuk, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és ez nem holmi királyi többes vagy retorikai fogás. A Biblia legelső fejezetében is azt tanítja, hogy a teremtés műve az atyának, a fiúnak és a szentéleknek a műve, az utóbbiról már a második vers azt mondja, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, tehát később is Pálapostól, például a Zsidókhozét levél első fejezéteinek a legelején azt mondja, hogy Jézus által teremtette Isten a világokat. Tehát nem csak a mi földünket, az egész univerzumot, az egész világ mindenséget Jézus Krisztus hozta létre, mert Isten bír azzal a sajátossággal, hogy teremtő ereje van, és a semmiből képes létrehozni valamit amit mi csak hasonlatokban tudunk leírni, hogy a nagy művészek is szinte a semmiből hozzák elő azokat a csodálatos versorokat, vagy képeket, ábrázolásokat, de a szó szerint ott már adva van az anyag például, ők nem egészen a semmiből teremtenek, adva van az emberi tapasztalat és gondolkodás és az előző nemzedékek által felhalmozott művészet is, Egyedül Isten az, aki képes teremteni a semmiből. És a Biblia első fejezetében és az ahhoz csatlakozó második fejezetben megszólaló teremtés eszme az biztos, hogy kiválik a világ összes világértelmezése közül. Egyébként három nagy teremtés elképzelés van, nincs millióféle vagy százféle, összesen három. Az egyik felfogás szerint, hogy hogyan lett a világunk, és benne a Földünk, ezt nem tudjuk és nem is fogjuk soha megtudni, ez az agnosztikus eszme. A 18. században Hume angol részről, vagy Kant német részről ezen az oldalon állt, hogy nem tudjuk és nem is fogjuk tudni, ignoramus et ignorabimus, mondták latinul, vagyis nem tudjuk és nem is fogjuk tudni. Miért nem tudjuk ezt exakt valósággal leírni, mert nem voltunk ott? Mert a Francis bacon től útjára indított tudomány eszme azt mondja, hogy az a tudományos eredmény, amit kísérletileg beláthatok, egymástól független kísérletek ugyanazt az eredményt hozzák, leírhatok. pedig, hogy a világunk most hogy jött létre, hogy nem, hogy ez most a nagy ősrobbanás volt, vagy az Isten teremtő szándéka volt, ezt mi, mi emberek itt nem tudjuk közvetlenül, ebben nem tudunk belavatkozni. Mondhatnám azt, hogy ez az agnosztikus eszme bizonyos értelemben értelmes, sőt, ezt legalább nagy bolondságot nem állít, vagy álmokat nem ereget embermilliók agyába, és emberi nemzedékek sorozata közé. A második nagy eszme az agnoszticizmus után az evolúcionizmus, amelynek szintén voltak már ókori bajnokai, aztán újkori képviselői, és hát leginkább még Darwin nevéhez kapcsoljuk, és Darwin valóban a természettudományokban nagyon általánossá vált az evolúcionizmusra, vagyis magyarul a fejlődés elmélet, hogy valahonnan valami origóból elindult ezt a nagy ősrobbanást, hol 15, hol 13 és fél, vagy 13,7 milliárd évre mondják, mindig csodálkozom ezeken az időmeghatározásokon, mert itt lennék én is agnosztikus, hogy ugyan hogyan modellezik ezt, vagy miért mondják ilyen biztosra, miért nem mondják szerényebben, hogy ez feltevés, ez hipotézis, ez most egy elmélet, amit munkahipotézisként fölállítunk, nem. Így tanítják az óvodától a kisiskolán át az egyetemekig, így vannak írva a múzeumokban. Tudományos akadémiák ezt készpénznek veszik, amit még senki nem bizonyított be, mert ez hogy lehet bizonyítani, hogy 13,7 milliárd évvel ezelőtt volt egy ősrobbanás, akkor szétfelé tágult, és most már aztán megy össze a világ mindenség, a nagy bum után nagyon nagy zúgy, mint hogyha a grundon lendénk, Hát grundbeli beszélgetéshez nagyon illő szavak ezek, de nem tudom, hogy a tudomány hogyan és miért használ ilyen szavakat. Természetesen ennek a filozófiai a véletlen, a Jacques Monod féle nagy könyvcím, hogy véletlen vagy szükségszerűség, most véletlenül alakult ki minden, vagy szükségszerűen, de hát ha véletlenül, akkor minden véletlen, és az is véletlen, hogy itt vagyunk, és jobb, hogyha egyszer nem leszünk egy ember utáni csend, ahogy mondja a magyar költő, ez az evolúcionizmus, de van kreacionalizmus is és a teremtés elvű elméletek és eszmék között persze nagy világvallások is dolgoznak ezzel, mint a hinduizmus és a buddhizmus, van is ilyen teremtés kutató csoport Magyarországon is ennek jegyében, de ezen elméletek között a Bibliának már a stílusa is annyira más, olyan nyugodt, megfontolt, ünnepélyes, hogy ez nem elmélet. Hogy kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, bőresít bárá elohim. Olyan egyszerűen, de ünnepélyesen, tagoltan, megfontoltan állítja azt Mózes, aki elkezdi a teremtés könyvét, hogy ez így volt. Mert az Isten, ha létezik, logikailag, ha nézzük a dolgok, egy szempillantásra is megteremthetett volna mindent. Ha ő így gondolta volna jónak, így hozta volna létre a világ mindenséget és benne a mi földünket is. Vagy megteremthetett volna úgy is, ahogy az ősrobbanás elmélete mondja, de hát nem így mondja el a Bibliát. Ha, ha a Bibliát valamibe vesszük, ha többre vesszük, mint egy olcsó regényt, amit hajtogatunk, elbeszélünk, filmre viszünk, hát akkor, akkor, ha a Bibliát komolyan vesszük, és a Biblia nem itt egyedül, hanem visszaigazolja a későbbi iratokban, hogy minden az Isten teremtő szava által lett, és a nagy mindenség az ő szavára állott elő, a nem megfoghatóból állt elő a megfogható, az Aus Nix, ahogy Luther fordította ezt a német Bibliában, hiszen a római levél negyedik fejezete, a zsidókhoz levél tizenegyedik fejezete, egészen a jelenések könyve nagy himnuszaig, amelyek a teremtést éltetik, világossá teszik azt, hogy az Isten a teremtő, és a hogyanja se mindegy, hogy hogyan teremtett, mert ő nem egy szempillantás alatt hozott létre mindent, bár mondom, megtehette volna, nem is a fejlődés elmélet feltevése szerint hozott létre mindent, hogy ezt próbálták párosítani először protestáns szerző, később Teilhard de Sárden, Jezsuita, tudóssal, a katolikus szerzők, hogy valahogy egy ilyen keresztény evolúcionizmust hirdetni, amelyről már Lukács György a marxista filozófus is azt mondta, hogy a habostortát a fokhagymával való párosítás esete nem lehet a két dolgot párosítani, mert ahogy Isten teremtett, annak oka és célja volt. Oka az volt, hogy Isten nem magának akarta föntartani a létezést. Isten meg akarta osztani a létezésnek az örömét, boldogságát más teremtményekkel, és nem csak ásványokkal, füvekkel, állatokkal, hanem értelmes lényekkel, emberekkel, angyalokkal, más értelmes lényekkel, akiknek a létét nem zárja ki a Biblia, ugyan mire gondol Pál mennyei fejedelemségek, uraságok, hatalmasságok hangoztatásával. Nagyon sok értelmes lény lehet a világmindenségben, de mivel itt a földünkön történt meg a baj, hogy a, fellázat angyaloknak a vezetőjét és egyharmadnyi csoportját csak itt fogadták be, és itt vált pokollá az élet, itt van ez a lángba borult föld, hát a Biblia el e föld lakosainak szól. A Biblia nem zárja ki azt, hogy egek régtől fogva voltak, Péter második levél harmadik fejezetében, olvassuk ezt, nem mondja annak ellentétét, hogy a világunk vízből és víz által állott, elő, tehát hélium, hidrogén, oxigén. A Bibliának fizikailag, kémiailag értékelhető kijelentései vannak, de éppen csak megérintek dolgot, hogy az Isten felfüggesztette a Földet a semmiség fölé, és egyáltalán nem a mi Földünk, a világmindenség központja. A Tolemaioszi világkép, és annak továbbélése az európai kultúrában, ugyebár nem a Bibliából, hanem a görög felfogásból származott, mint oly sok más, amiről mi azt gondoljuk, hogy a Bibliából származott például lélekhalhatatlanság. az nem, az a, az, a, az a keleti vallások, ahogy áthozták a görögök Európába, ahogy az orfizmussal, pythagóreizmussal, platonizmussal belement az európai kultúra vérkeringésébe, és egy adott ponton az időszakában számításunk szerinti negyedik században összevegyült ez a két folyam, és lett egy ilyen, egy ilyen nagyon vegyülékes keresztény eszme, ahogy Vörös Sándor a című versében ez paródia tárgyává is tette, hogy, hellén szem, héber látomás egymást pocsékul elrontotta, menny gyümölcs és pokol tojás lett paradicsomos rántotta. Hát valóban, aki az történeti vonalakat szétszálazza, egyáltalán kezébe veszi, nyomon követi ezek alakulását, azt láthatja, hogy a bibliai teremtés ez ma a semmiből való teremtés, a szóval való teremtés. A rendezett teremtés, hogy Isten hat napon át a sötétség-világosság szétválasztása, a vizek szétválasztása, a növény- és állatvilág megteremtése fokozatainát milyen rendben teremtett, de miért? Mert Isten pedig szeretett olvassuk János első levele a harmadik fejezetében, és aki szeretet, aki a valódi szeretet, amit csak tesz, az mind szeretetből teszi, és úgy teszi, hogy mások javára váljék, hogy másoknak mintát, példát adjon. Tehát Isten nem azért teremtett hat napon át, és nem azért nyugodott meg a nyugalom napján, vagyis a szombat napon, mert ő kifáradt volna, hanem azért, hogy példát adjon a teremtményeinek is, hogy az életnek van egy minősége, és ebben a minőségben az egyik legfontosabb elem az időfelhasználás. Az időnek a periódikus, hogy hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Mózes második könyve, huszadik fejezetében a tíz parancsat, negyedik parancsata így visszautal a teremtés történetre, mint egy ezzel erősíti ezt a parancsolatot, hogy Isten nem véletlenül teremtett így. Isten szeretett, szeretetből osztotta meg az életet, és szeretetteljes példát akart adni az élet felhasználására, amely példa mind a mai napig érvényben van, hiszen ha valaki minőségnek tartja az életet, ha valaki odafigyel Istenre és Isten törvényeire, és hittel párosítja a megértésüket, és Krisztustól kér erőt, aki szokása szerint szombat napon elment a zsinagógába, és aki a hét hetedik napján, az Úr napján jelent meg János Apostolnak Pátmos szigetén, hát az ma is tudja gyakorolni azt, ha bár a világunk messze van már a paradicsom fáitól, de most is visszatalálhatunk megtérés által, újjászületés által a mi Istenünkhöz. Krisztus által, a megváltás által. Nekem szent meggyőződésem, hogy aki Krisztust valóban elfogadja, befogadja, akit Krisztus vezethet az életben, Krisztus visszavezeti őt az atyához, visszavezeti őt a, az elhagyott apai házba, visszavezeti őt Isten törvényeinek komolyan vételéhez, és már itt a földön élheti az örök életet, a János 17.3 szerint, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Kedves együtt gondolkodók, amikor én is az evolúcionizmuson felnőve, hiszen melyik 20. századi ember nem ezen nőtt fel, először találkoztam a bibliai teremtésnek a kifejtésével, és elkezdtem valóban elolvasni az erről szóló szakaszokat, a 30. Zsoltárt, a a római levelet, a zsidókhoz írt levelet, a jelenések könyvéig bezárulak. Tehát amikor kezdtem megismerni a 66 bibliai iratot, úgy fennakadta tekintetem egy gyönyörű szép történeten, amit addig is ismertem, mert mi katolikus ember járván a templomba, sőt gyakran ott térdelvén az áldoztató rács előtt, vagy éppen ministrásként az oltárnál, és elhangzott a az a bibliai szakasz, hogy nem, uram, nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, csak egy szóval mond és meggyógyul az én szolgám. Na, amikor ezt elolvastam, Máté Evangélium 8. nyolcadik fejezetében, és Lukács Evangélium a hetedik fejezetében a két történetet a kapernami századosról, és a maga teljes valóságában ott állt előttem ez a történet, hogy hogy először a zsidók vénei kérlelik Jézust, aztán a barátai ennek a százosnak, hogy jöjjön el a házába. Ez sok jót tett a zsidó népért, ez a római százos, még zsinagógát is építette. Tehát méltó, hogy meggyógyítsd mester az ő halál szélén szenvedő szolgáját, és aztán végül is a százados is kimentelébe. És valóban azt is mondta, hogy uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Figyeljük, a százados ennyire hitt abban, hogy ha Jézus Isten fia, ha Jézus a mennyből lejövő Isten, akkor neki egy szavába kerül, nem, nem kell elmenni a házából, nem tudom milyen hókuszpókuszokat csinálnia, Ugyanaz a történet, mint a, az Ószövetségben a szíriai námán története, akinek Elizeus próféta csak azt mondja, hogy menjen és fürödj meg hétszer a Jordán vizében. Aztán nagy ö, düroham közepet, a, ez a szíriai námán haza akar menni, mert hát ő azt gondolt, hogy ezt meg azt kell csinálni, csak azt kellene csinálni, hogy a hozzá ki nem jövő a szavát komolyan venni, hogy fürödjek meg a Jordán vizében századosnak ennél is mélyebb hite volt, aztán végül is ráállt meg, megfürdött, és hetetszerre, hetedszerre már olyan lett a teste, mint a kisgyermeké, de nem csak ezt mondta ez a kapernami százados, azt is mondta, hogy uram, én is hatalmassággal elvetett ember vagyok. Ha azt mondom, az egyik vitézemnek menj el, elmegy. Másiknak azt mondom, gyere ide, ide jön. Harmadiknak azt mondom, menj el, tedd meg, ezt megteszi. Vagyis Mit értett meg a százados? Hogyha Isten létezik, akkor Isten áll fölötte a teremtésnek, és Isten a puszta szavával meg tudja tenni. Hát hogy ne tudná megtenni, amikor én a világban élő ember, ha vezető ember vagyok, hát nem kell megfognom a másik ember fülét, és oda vinnem, amint meg kell, csak mondom, és megteszi, hogyha hallgat a szavamra, már pedig hallgat, hát akkor az Isten ne tudna a puszta szavával megtenni azt, amit mi emberek el se tudunk gondolni. És Jézus itt megáll és azt mondja, bizony, mondom néktek, ilyen hitet nem találtam az egész Izraelben. Mert végül csak ennyiben kell hinni, hogy ha Isten létezik, akkor ő sokkal bölcsebb és erősebb, mint mi vagyunk és ha ő sokkal bölcsebb és erősebb, mint mi vagyunk, akkor ne ki egy magunk alkotta Isten eszmét, egy Isten képet, hogy azon kérjük számon, hogy mit lehet és mit kell az Istennek megtenni, hanem fogadjuk el Istent a maga mi voltában, ahogy maga kinyilatkoztatja magát nekünk. Ez az Isten azért teremtett, hogy megossza a létezést velünk, hogy megismerjük a létezést, és a saját beleegyezésünkkel, megismerésünkkel növekedjünk az ő segítségével fölfelé, és közelítsük meg az Istent, mert kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, te dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, mondja a nyolcadik Zsoltár. Igen, ezért teremtett Isten, és a rossz ellenére sem adta fel, a rossz világbeengedése ellenére sem adta fel az eredeti tervét, hogy igen, Krisztus által mi, mi eljuthatunk odáig, beteljesedhetünk az Istennek teljességéig mert az ő akarata az, hogy Krisztus Jézus ábrázatához hasonlatosak legyünk, aki a mi teremtőnk, és egyben a mi megváltunk.